Munkahelyteremtési koncepciót készít tavaszra, lehet más a politika. Ehhez gyűjt helyi tapasztalatokat országjáró körútja során a párt frakcióvezetője és Szél Bernadett országgyűlési képviselő. Az LMP szerint olyan új gazdaságfejlesztési modellekben kell gondolkodni, amelyek helyi erőforrásokra támaszkodva helyben teremtenek munkát és közösségi szükségleteket elégítenek ki. Az LMP alternatívákat kínál arra, hogyan lehet a 2014-es kormányváltás után több munkahely és kevesebb korrupció Magyarországon. Ahhoz, hogy új válságálló munkahelyeket lehessen létrehozni, zöld fordulatra van szükség az elmúlt 25 év gazdaságpolitikájához képest, hiszen ez az oka, hogy 1,5 millió ember tartósan munkanélkül van hazánkban, véli az LMP frakció vezetője. Az elmúlt 25 év gazdaságpolitikája külföldi tőkevonzó képességet helyezte előtérbe, mi ezzel szeretnénk szakítani, és úgy látjuk, hogy akkor van lehetőség arra, hogy új válságálló munkahelyek jöjjenek létre Magyarországon, hogyha a belföldi tőkeképző képességre tesszük át a hangsúlyt. Természetesen ezt a fordulatot akkor tudja megtenni Magyarország, hogyha van kellő forrás arra, hogy beindítsuk a helyi gazdaságokat, ösztönözzük a szövetkezést, ösztönözzük a helyi piacokat. Erre viszont akkor van lehetőség, hogyha szakít Magyarország az egykulcsos adórendszerrel, elfelejtjük a gazdagoknak, illetve a tőkejövedelmeknek biztosított különböző kedvezményeket. Szél Bernadett LMP-s országgyűlési képviselő szerint nagy hangsúlyt kellene fektetni többek között az épületenergetikai beruházásokra, a helyi gazdaságok termelői piacok mellett a regionális tömegközlekedés fejlesztésére is. Meglátása szerint a közmunkaprogram zsákutca, hiszen ez a megoldás nem vezet ki a nyílt munkaerőpiacra. Gercsmár Ferenc veszprémi LMP-s képviselő azt mondja, úgy tűnik a helyi önkormányzat letett a városrészekben kialakítható helyi termelői piacok létrehozásáról, a foglalkoztatás bővítésére azonban más lehetőségeket is lát. A közösségi szolgáltatások területén lehetnének olyan lehetőségek, ahol a foglalkoztatást bővíteni lehet. Itt gondolhatunk például a háziápolásra, a gyermekfelügyeletre, vagy pedig a használati cikkek felújításával és újraértékesítésével foglalkozó munka lehetőségekre. Az országgyűlési képviselők országjáró körútjuk során 7 településre, megyénkben Somlószőlősre és Berhidára látogatnak el, ahol olyan helyi gazdaságfejlesztési projekteket keresnek fel, melyek kifejezett célja a munkahelyteremtés, a tartós munkanélküliek foglalkoztatása.